A telefonos játékok piaca nagyjából 40 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el a tavalyi évben. Ez ugyan elmarad a PC-s és konzolos bevételekhez képest, de az aktív mobiljátékosok száma lassan eléri a rendes játékosokét. Nagyon sokan nem szeretik egy kalap alá venni a videójátékokat mobilos társaikkal, de ezeknek is megvan a maguk helye az életünkben. Iskolai vagy munkahelyi szünetben, utazás közben vagy a WC-n sokszor csak egy pár perces kikapcsolódás fér bele. Nem tudunk mindig órákra a kényelmes otthoni székünkbe süppedni. Sziasztok! Donát vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek az elmúlt évek 10 legnépszerűbb mobilos játékát. Első játékunk a Subway Surfers, amiben meg sem merem számolni annó hány órát öltem bele. Nemrég ránéztem és máig én tartom a rekordot az ismerőseim között, szóval legalább ennyi dicsőségem lehet belőle. Májusban átlépte a 2 milliárdos letöltési határt, és a Play áruházban minden idők legtöbbet letöltött játéka. Egy tipikus Endless Runner, azaz végtelenségig futós játék, ahol a cél, hogy minél messzebbre juss. Igényes animációk között futhatunk gördeszkás karakterünkkel vasúti sineken, miközben próbáljuk elkerülni az álló vagy épp szembejövő vonatokat és akadályokat. A helyszín mindig ugyanaz a sinekből és vonatokból álló környezet, de pár hetente mindig új ország vagy kultúra szerinti dizájnt kap a játék. Menet közben többféle segítség is felvehető, ami valami hasznos extrát ad a játékmenethez, és ideiglenesen könnyíti haladásunkat. Na de hadd mutassam be nektek a Vikings War of Clans-t, ami a mai videó szponzora. A 90-es években nagy sikere volt a stratégiai és RPG elemeket ötvöző játékoknak, mint például a Heroes of Might and Magic sorozat, amit annó rengeteget játszottam. Ezt az élmény célozza meg a Vikings War of Clans, és az a helyzet, hogy nagyon jól csinálja. Kiválaszthatod a saját játékstílusod, rágyúrhatsz az építkezésre, de a más játékosok elleni harcra is, ráadásul egyszerre kezeled városod, sereged és viking hősöd fejlődését. 20 millió játékos alakítja veled ezt a világot, így velük és a folyamatos live eventekkel sosem fogsz unatkozni. Támogassátok a csatornát a játék teljesen ingyenes letöltésével, amihez 200 aranyat és egy pajzsot kaptok ajándékba. A leírásban megtaláljátok a letöltési linket iOS és Android telefonokra is, a videó megnézése után pedig ne felejtsétek el megkeresni a 10-es lista nevű klánt. Ott találkozunk! A videójáték piac jelenlegi Battle Royale őrülete szépen elkezdett beszivárogni a telefonos világba is. Az egész műfajt igazán elindító PUBG volt az első nagy név, ami megjelent Androidra és iOS-re 2018 márciusában. A mobilos verzió nem követi a játék legnagyobb PC-s hátrányát, és szerencsére ingyenesen letölthető. Akárhogy is nézzük, bármilyen lövöldözős játékot megcsinálni telefonra, piszkosul nehéz, mégis azt kell mondjam, a PUBG nagyon jól sikerült. Az eredetihez hasonlóan 100 játékos ejtőernyőzik le egy szigetre, ahol aztán az első másodpercektől elindul a harc a fegyverekért, lőszerért és mindenféle felszerelésért, míg a végén csak egy ember maradhat. A mobilos verzióba csak az eredeti térkép került be, de ezen kívül minden létező tárgy és funkció át lett hozva gond nélkül. Az alapjátékmód mellett kapunk még egy arcade módot is, amivel egy szűkített pályán 28 játékos harcol csak. Ez szerintem egy szuper ötlet, mivel sokan épp csak előkapják a telót egy gyors meccsre, és ezzel az ilyen játékosokat is remekül megfogják. A legutóbbi fejlesztéssel a külső nézet mellé jött egy FPS játékmód is, szóval folyamatosan érkeznek az újdonságok. A játék épp a fénykorát éli, és nem mostanában fog elhalni a népszerűsége. Több mint 200 millió felhasználóból napi szinten is több mint 30 millióan indítják el a PUBG Mobile-t. A Minecraftot azt hiszem nem kell bemutatni. Az eredeti játék 2009-es megjelenése után 11-ben elrajtolt a Pocket Edition, azaz a mobilokra szánt verzió. A kreatív, építős, túlélő játék első pár éve is sikeresnek mondható, de 2012-ben robbant be a köztudatba és lett világhírű. A Minecraft Pocket Edition eredetileg csak a kreatív, világépítős játékmóddal indult, de azóta került bele túlélő mód és több játékos lehetőségek is. Hatalmas löketet adott idén a Minecraftnak a platformok közti határok eltörlése. Az egyik haverunk PC-n, egy másik Xboxon, mi pedig telefonon játszhatunk ugyanazon a szerveren. Az azóta elért több mint 90 millió játékossal gyakorlatilag kiröhögi a Battle Royale játékok sikerét, és az emberek többsége bizony telefonról minecraftozik.
A Pocket Editionbe végül az eredeti játék minden tartalmát sikerült remekül átültetni, és nem csak hogy a telefonos játékok toplistáinak állandó szereplője, de még a saját eredeti gépes és konzolos verzióját is túlszárnyalta. Azért ez nem semmi. A Clash Royale sikere a megjelenése napjától borítékolható volt. Egy valós időben zajló játékos a játékos elleni csatában találjuk magunkat, ami egy MOBA, egy toronyvédős és egy kártyajáték fura keveréke. Két játékos áll egymással szemben, és célunk az ellenfél tornyának ledöntése. A paklingból kihúzott kártyákkal tudunk a játéktérre egységeket leidézni, ahol aztán több sávban haladva teszik a dolgukat. Beleszólni csapataink dolgába már nem tudunk, így a megfelelő kártyák csoportosítása, időzítése és kijátszása a győzelem kulcsa. Paklinkat és így embereinket folyamatosan fejleszthetjük, ezáltal egyre erősebbé válva. A Clash Royale 2016-ban jelent meg, és azóta a toplisták állandó szereplője ő is. A Clash Royale készítő Supercell másik sikertörténete a Clash of Clans, bár a kreatív címadás nem erősségük. Valójában ezzel a játékkal futott be a stúdió még 2012-ben, de játékaik a mai napig 100 millió játékost mozgatnak világszerte. Egy városépítő stratégiai játékról van szó, amiben az erőforrások gyűjtése és a más játékosokkal való harc adja az alapokat. A sok hasonló stratégiai játékkal szemben viszont sokkal hangsúlyosabb a klánok szerepe és az ezekhez való csatlakozás. 50 fős klánokba tömörülve hatalmas csoportok közti harcok tudnak kibontakozni. A listán szereplő legtöbb játék a mostanában sokat szidott mikrotranzakciós rendszert használja, de általában nincs szükség pénzköltésre a győzelemhez. A Supercell két alkotása a hatalmas rajongói táboruk ellenére nem kevés negatív kritikát kapott, és sokan tartják pay-to-winnek a játékaikat. Bár a stúdió bevételei az utóbbi egy-két évben csökkenni kezdtek, a Clash of Clans és a Clash Royale még mindig a legtöbbet játszott ilyen típusú játékok a piacon. A Roblox eredetileg PC-re jelent meg még 2005-ben, de az utóbbi pár évben mobiljátékként robbant be a köztudatba. A Roblox egy egész univerzum, amit a saját játékosai töltenek meg tartalommal, Legóhoz vagy Minecrafthoz hasonló elemekkel és építkezéssel. Több mint 15 millió játék foglal helyet a Robloxon belül, tartalomgyártás lévén a fejlesztők kompenzációja sem marad el. Van, aki több millió dollárt keresett az otthon összedobott Roblox játékával. Ezt a virtuális játszóteret körülbelül 70 millió aktív játékos használja, amivel szorosan jön fel a Minecraft mögött. A fő felhasználók a 8-tól 12 éves korosztály, akik között a Roblox abszolút világelső alkalmazás és játék egyaránt. Egy kreatív, családbarát virtuális környezet ez, tele érdekes játékokkal és kalandokkal. A játékpiacot alapjaiban rázta meg és élesztette újjá a Pokémon mániát világszerte a Niantic játéka. A Pokémon Go a fejlesztők előző alkotására az Ingressre építkezett, ami szintén egy térkép alapú területfoglalós játék volt. Aztán felmerült a kérdés, hogy mivel lehetne a valós térben történő mozgást és csapatok közti foglalásokat még szórakoztatóbbá tenni. Hát Pokémonokkal. A terv abszolút bevált, és 2016 nyarán az egész világ sajtó hónapokig erről szólt. Nem tudtál úgy elmenni a sarokra meg vissza, hogy ne láttál volna valakit a játékkal a kezében. Az alapfelállás szerint a Go-ban Pokémonokat gyűjthetünk, a világban ténylegesen mozogva és keresve azokat. A három nagy frakció valamelyikéhez csatlakozva a városok nevezetes pontjain található gymekért küzdünk azok irányításáért. Az eredeti 150 Pokémonnal való kezdés után most már negyedik generációs szörnyek is felkerültek a térképre. A kezdeti hatalmas lelkesedés persze lecsengett. 16 nyarán volt, hogy Márkkal együtt jártuk a város Pokémonokra vadászva, de pár hónap után bevallom, mi is abba hagytuk. Ez viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Pokémon Go meghalt volna. Sőt, a játék sikeresebb, mint valaha. Hatalmas játékos bázissal, folyamatos raidekkel, eventekkel, limitált ideig elérhető ritka pokémonokkal, és persze nem gyenge bevétellel. A stúdió a mai napig folyamatosan dolgozik az új tartalmakon, szóval a Pokémon Go nem mostanában fog eltűnni a mobiljátékok királyai közül. Az Angry Birds minden idők legtöbbet első helyen töltött játéka az App Store-ban. A Dühös Madarak kalandjai talán az egyetlen olyan telefonos játék, ami ennyire ki tudta nőni magát a platformról franchise-ként. A Rovio alkotása a régi várrombolós flash játékokra építkezett, de a mókás karakterek, aranyos grafika és kihívást jelentő játékmenet a csúcsra repítették. A 2009-ben megjelenő első játék hatalmas sikere után még 21 különböző tematikájú kaland érkezett a madarakkal.
Volt Rio, Transformers, két Star Wars epizód, amik a személyes kedvenceim, de végül érkezett hivatalos második rész, Evolution névre hallgató RPG, autóverseny, és még a malacok is kaptak saját spin-off játékot. A rengeteg telefonos alkalmazás mellett viszont az Angry Birds a köztudatba is komolyan beépült. Sapkák, pólók, plüssök és mindenféle rajongói tárgyak készültek a madarakról és a zöld malacokról, na meg persze egy mozifilm is született. Az Angry Birds mostanra kicsit eltűnt a mindennapi életből, és a stúdió mérete is egyre csökken, viszont amit elért, azt semmelyik másik mobilról indult játék nem mondhatja el magáról. A PUBG említése után természetesen nem maradhatott le a listáról a nagy rivális, a Fortnite mobilos verziója sem. Bár PC-n és konzolokon a Fortnite lenyomta játékos számban és bevételben is a PUBG-t, telefonon hasonló eredményeket hoznak. Az alaprecept telón is ugyanaz, mint a videójáték verzióban. 100 fős Battle Royale játékmenet színes grafikával, pörgős meccsekkel és a cím sajátos építési mechanizmusával. Bár a játék legtöbb részét jól átültették a telefonos gombkiosztásra, építeni kimondottan sok lépésből áll, ami nem kényelmes, egy feszült helyzetben pedig élet-halál között dönthet. A játék telefon mércével nagyon szép. Androidosok sokan szidják, amiért jelentősen gyengébbre sikerült a grafika az iOS verzióhoz képest, de reméljük ezt majd javítják. Lehet játszani egyedül, párban vagy négy fős csapatokban is. Ha nincsenek épp elérhető barátok, a játék sorsol melléd idegeneket, szóval sosem kell egyedül érezned magad. Az alapokon kívül van még egy játékmód, amiben két 50 fős csapatnak kell kiiktatnia egymást, de van még csak mesterlövész puskákat és csak shotgunokat használó meccsezés is. Csak két dolog végtelen. A világegyetem és a Candy Crush szaga pályái. Az eredeti cukorkás játék is az okostelefonos gaming hajnalán 2012-ben jelent meg, de azóta lett még Soda, Jelly és Friends verziója is. Alapvetően a játék egy végtelenül egyszerű és régi koncepcióra épül. Illesz egymás mellé három egyforma alakzatot, jelen esetben cukorkát, és ezzel eltünteted azokat. A Candy Crush az egyszerű ötlet ellenére azelőtt sosem látott mennyiségű extra játékelemet tudott belecsempészni a receptbe. Terjeszkedő csokoládé, lerombolandó kőakadályok és rengeteg egyéb kifejezetten kreatív ötlet nehezíti a dolgunkat. Az alap Candy Crush szaga jelenleg több mint 4200 pályával és 6 pályatípussal tud elszórakoztatni, szerintem több 100, ha nem 1000 órán keresztül. A hozzá megjelent Soda, Jelly és Friends folytatások új elemeket és játékmódokat hoztak, meg persze több ezer új pályát az amúgy is durva mennyiség mellé. A Candy Crush talán a legnagyobb telefonos játék franchise jelenleg, majdnem 3 milliárd letöltéssel és több mint 250 millió havi szinten aktív játékossal. És ti, mivel ütitek el az időt a telefonotokon? Mára ennyit a tízes listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról.